A bonyhádi városi farsangnak több évtizedes múltja van. Idén valami újat próbáltak ki, mondta el nekünk Pesti Pus Adrien. Bonyhádi Német Önkormányzattal közösen szervezi a művelődési központ, és természetesen Bonyhád város önkormányzatának a támogatását is mindig megkapjuk a rendezvényhez. Az idei évben azért pont a Grimm mesék, mert mindenféleképpen egy olyan témát szerettünk volna, amihez könnyű idomulni, rengeteg mese származik tőlük. Igazából a Piroska és a Farkastól elkezdve a Csipke Rózsikán keresztül ugye a Walt Disney nagyon sok meséjüket feldolgozta, tehát a Hófehérke, az Aranyhaj, tehát annyira sok gyökere van ennek a témának, hogy úgy gondoltuk, hogy nagyon könnyű idomulni hozzá. A szervezők és a lakosok számára fontosak a hagyományaik is, melyekhez az újítás mellett ragaszkodnak. A Kránclány Néptánc Egyesület fog műsort adni, a Völcség Néptánc Együttes, valamint Pece István és harmonikás növendékei fognak még minket szórakoztatni. Az idei évben újdonság az is, hogy itt a mögöttem lévő faházakat szintén dekoráltuk, és hogy az előbb is említettem már mesecímeket, tehát hatféle mesét örökítettünk így meg, ilyen dekordíszítés szempontjából is, valamint lovasintóval is készültünk, úgyhogy most a városban felvonuló, szerintem ezt kimerem mondani, hogy rekord hosszú tömeget, az most egy lovasintó vezeti fel. Úgyhogy reméljük, hogy a városlakóknak is nagyon tetszik, reméljük, hogy jövőre még ennél is látványosabbat tudunk szervezni, de most úgy gondoltuk, hogy ebben az évben ez mindenféleképpen már egy újdonságnak számít. A szélre való tekintettel elképzelhető, hogy idén a kiszabábot nem égetjük, hanem kihajítani fogjuk, tehát ennek is megvan a rendje és módja, hogy ez hogyan lehet akkor megoldani, de azon kívül úgy látjuk, hogy sikeres a rendezvény, mert nagyon sokan látogattak ki ide a bonyhádi rendezvénytérre. Csizmadiáni énekes Piroska a Kránclány Tánc Együttes legkisebbjeit készítette fel az ünnepségen előadott táncra. A picikek, akik itt mellettem állnak, ők is a Kránclány Cverge mini csoport tagjai, és mi egy aranyos mesét adtunk elő, hisz ez a városi farsang a mese köré épült, a Grimm mesék köré. Mi a Don Rösszjent, a Csipke Rózsika mesét adtuk elő, és itt látható a Csipke Rózsika, a herceg is, meg a boszorkány is, aki az egész várat elvarázsolta. Ezt a városi farsangot mindig valami téma köré építik, és próbálunk ahhoz öltözni, én is próbáltam Piroskának öltözni, remélem sikerült is. És nagyon jó hangulatú, az iskoláktól szoktak jönni gyerekek, mind a Széchenyi, mind a Petőfi iskolától. Óvodák jönnek ide, szülők látogatnak el, persze megnézik a csemetéjüket. És ez a rendezvény is a Bonyhád 300 egész műsornak a részese, ez az egész rendezvény is. Még annyit el tudok mondani, hogy ilyenkor a művelődési ház dolgozói készülnek a gyerekeknek ajándékokkal, kapnak majd finom farsangi fánkot és forró teját, a felnőtteknek pedig finom bort fognak, forralt bort felszolgálni. Abrakadabra, legyen béka a király. Kukodj le gyorsan, kukodj le, hát prek-prek, oh, és el is varázsoltam. Úgy készültem el, hogy már nemrég napok óta elővettem ezt a ruhát, és először a boszorkány jelmet vettem elő, kölcsön kértem a barátomtól a varázspálcát, mert nekem nem volt. A telet búcsúztató rendezvény a Bonyhád 300 program sorozathoz kapcsolódik.